Vannak a léleknek helyei, ahova csak a zene jut be.
Van a léleknek olyan helye, ahol csak a zene tud kis simogatást adni. Ezért is óriási felelősség, gyerekek zenéhez jussanak, nem is akármilyen zenéhez, ahogy Bartók mondta, Kodály nagy úttörő társa, mondhatjuk, mert ők úttörők voltak abban, amit így mondott Bartók, hogy csak tiszta forrású zenét adjunk a gyerekek. Nem csak ilyen limonádé, tinglitangi, vityülőki, mondhatnánk mi, sokféle megnevezést, hanem tiszta forrású zenét adjunk. Ezt mondta Bartók Béla, de nem csak a gyermekeknek, felnőtteknek is, ez volt a motto, csak tiszta forrás. Csak tiszta forrásból. Ez persze nagyon fontos a szülő, szülői háttér, a nevelés. Ugye az előadáson, amit csütörtökön tartottunk, elmeséltem önöknek, hogy Kodály Zoltánt egyszer megkérdezték, mikor kell elkezdeni a gyermekek zenei nevelését. Egy francia konferencián Párizsban, és hát Kodály felállt és azt mondta, a gyerek megszületése előtt 9 hónap. Mindenki elkezdett nevetni, Kodály az szűkszavú ember volt, azt mondja, bocsánat, újra szót szeretnék kérni, nem jól mondtam. Meg visszavonja, hát akkor csak jó, hogy nevetek. Felállt Kodály és azt mondta, bocsánat, nem jól mondtam, az anya megszületése előtt 9 hónap. Szóval a zenei nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. És úgy gondoljuk, hogy abban a világban, ahol például szakközépiskolában gyerekek jönnek hozzá, órát látogatni, és azt mondja, Vila bácsi, de jó, hogy bejöttem most magához, mert 4 évig nincs is nekünk énekórán. 4 évig a zene szakközépiskolában nincs is énekórán. Akkor azt mondom, hogy nem véletlen, hogy ezen a nyáron Zene Béla bácsinak és barátainak ez a 8. tábor. És úgy hiszem, hogy ezt meg is kell tennünk, ezért mondtam, hogy ez a legkevesebb, de remélem, hogy a legtöbb, mert most olyan kis produkciót fogunk hallani, ami azt bizonyítja, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és én bátorítom a szülőket arra, hogy amit elindítottunk itt, az folytassák máshol, úgy hallottam, hogy Tolnánban a zeneiskola, itt több gyerek már megtetszegette, hogy de jó lenne anyut, meg apjuk rávenni. Engedjük magunkat rávenni, kedves szülők, bátorítok mindenkit erre. Mi a magunk módján minden segítséget ehhez megadunk, ha valakit érdekelni, a kreatív zenei műhely vagyunk. Tehát az interneten úgy lehet minket elérni, www.kreatívzeneiműhely.hu. És csak annyit írna, a Zene Béla bácsi bajban nem találunk hátratanát, vagy nem találunk ilyen tanát, olyan tanát, és akkor mi bevetünk mindent, tehát tőlünk kellett, itt a közelben tudunk segíteni önöknek. És szeretnénk persze időszakosan vissza is járni ide, hogyha nem zavarnak el most a koncertet. Hát akkor, ahogy mondtam, csak tiszta forrásból, lényegében, ahogy így néztem a programot, a koncert programot, szinte az összes földrészt bejárjuk. Mert mi tiszta forrású zenének azt gondoljuk, amit népzenének hívnak, vagy népek zenéjének hívnak, azokból is jól megszűrten hoztunk most, mert hát nem lehet egy ilyen kis idő alatt nagyon sok népdalt megtanulni, de 10-15 népdalt megtanultunk, hoztunk Afrikából, Ázsiából, természetesen európai, magyar népdalokat is, cseh, lengyel népdal, és ha jól emlékszem, dél-amerikait is, úgyhogy szinte csak Ausztrália maradt ki, majd azt pótoljuk őket. Hát kezdjük akkor egy afrikai népdallal, a címe, a gyerekek mondják, Kokoleogó. Én ezt a Kokoleogót eddig nagyon szerettem, de most, hogy 5 órakor mindig fölébreszt, mert faluban ugye 5 órakor a kapasok kukorék volna. Már annyira nem örülök, de a második este már megszoktam, vagy a második hajnalban már megszoktam és rájöttem az agyamat. Nálunk Budapesten a kutyák ébresztenek föl bennünket, meg sajnos a villamos meg a toli. Itt a kapasok ezért sokkal jobb. Hozzáteszem. Kokoleogó, Afrikában így mondják a kapas, nem kukurikó. Az afrikai kapas nem azt mondja, hogy kukurikó, hanem
Kokoleokó. Akkor hallják, de hallgassák szeretettel ezt a zenét. Egyébként egy libériai népdal Nyugat-Afrikában. Csányi Ákos, Rácz Petra, Szarka Bence, Hosnyánszki Dorka és Szabó Fanni. És egy kis technikai szünetet, egy-két percet, mert itt 36 fok még egy kicsit be kell hangolni, és aztán igényes zenészek vannak, nem lehet oda, amit nekik van is van.
tábornban próbáltuk megvalósítani, és reményeim szerint meg is valósult, hogy a gyerekek ne csak azt gondolják, hogy a zene az egy olyan külső dolog, amit valaki betanít nekik, őt meg fölmondja. Hanem mi arra gondoltunk, szintén Godály Zoltán mondott, ő úgy mondta, hogy rögtönözne minden épkézláb gyerek, ha hagyná. Improvizálna, rögtönözne minden épkézláb gyermek, ha hagyná. Én fogyatékkal élő gyerekeket tanítok, és most így Kodály tanárul a utólag is szeretném kijavítani. Rögtönözne minden gyermek, nem csak az épkézláb, rögtönözne minden ember, ha hagyná. Ezért is van ez a nagy átszervezés minden darab után, mert itt minden kis zeneszámban, vagy legtöbb zeneszámban beletettünk olyan kis részeket, amit a gyerekek maguk kell, hogy kitaláljanak. Ők teszik hozzá ritmust. Például itt most a hátán is, és több hangszeren kis improvizációkat fognak majd hallani. Ami már a gyerekek sajátjai. Nem csak úgy felmondanak egy, mondom egy leckét, hanem belülről kezdenek el zenélni, sajátjuk ezt a zenét. Tehát improvizálni minden ember, minden gyermek, ha hagynák, akkor most egy gyermekre arra fogunk improvizálni. Thank you.
Jóval. Most jött meg pont a kintúzó. Vagyunk a táborban, és személyünk.
jó volt nekünk együtt lenni, akkor nem elértünk. Gitároztunk, éjtálláztunk, szoboroltunk, szomboráztunk, ezt mi írtunk határól a hatot egy délután. Zöldfűkös árva kéki golyácska gitárzenekar. Jó, akkor kérném Várdos Szabolcsot és Kulsz Bobert. Ez inkább csak egy kis trió. Igen, bocsánat. Gitárzenekarnak indult. Thank you.
hátul megszólalt egy fiú, tehát ugye előtt elmondtam, hogy gondolom, hogy nem mindenki ezt hallgatja egész nap. Meg hát nem is ez szól egész nap a rádióban, a tévében. De hát mondom, mégis ez is zene, ezt is úgy hívják, hogy zene. Hátul megszólalt egy fiú. Ez a zene. Nem ez is, ez a zene. Hát, most folytassuk egy vidámabb zenével, egy csenépdallal, egy lóról, egy nagyon vicces lóról, mert majd meghallják a szöveg alapján, hogy miért vicces. A csenépdalt a végén elénekeljük lengyelül is. Thank you.
hallgatóimat csak szórakoztatni tudnám, szeretném őket jobbá is tenni. Hát igen, a zene, az igazi szép zene az jobbá is tesz bennünket, gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Most egy játékos kis mondóka szintén Vörös Sándortól. Egy akocsi futakocsi kakkókodás, egy akonnak futakonnak csúkókodás. Megy a kocsi, megy a kocsi, megy a kocsi, fut a kocsi, fut a kocsi, fut a kocsi. Fadon is van vissza, nem tudtál. Patkó dobogás, patkó dobogás, patkó dobogás, megy a kona, megy a kona, megy a kona, fut a kona, fut a kona, fut a kona, zúgó robogás. Fadon van viszom, de vonat nincs. Úgyhogy vonatot is ide varázsolunk. Si, hu, 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 si, hu, hu, hu. Döttő, 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 döttő. Thank you.
mondtam, hogy ázsiai ihletésű dallamvilágot is hoztunk. Ezért kértem Laci bácsi, hogy játssza el az én egyik kedvenc darabomat, Carlo Domeniconi nevű szerző Koyun Baba című művét, ami indiai zene ihletésű. Tehát az indiai zene ihlette ezt a darabot. Úgy gondolom, hogy amit gitáron érdekességet elő lehet hozni, aztán a szerző majdnem teljesen beletette ebbe a művel, ezért is érdemes végighallgatni, hiszen ritkán jutunk ilyen zenéhez hozzá. Ezért kérem a gyerekeket és felnőtteket is, figyeljük a darabot, micsoda virtuózitás és mégis mélység jellemzi ezt a zenét. Tehát Carlo Domeniconi, Koyun Baba. Thank you.
évben tényleg hallották, hogy milyen magas színvonalú zene is, tényleg magas színvonalú játék tudást igényel. Másik pedig gyerekek, ti ezt nem is tudjátok, és felnőttek is sem, hogy Laci bácsi nem mindig volt bácsi, és hogy 12 éves korában az első ilyen kis zenei műhelyben ő is részt vett. 10 éves volt, bocsánat. Öregszem. Tehát amikor létrehoztuk az első zenei műhelyünket, akkor Laci bácsi 10 éves volt, és ugyanígy jött gyerekek, mint ti. Gitárral a kezében, nagyobb volt a gitár, mint ő, nevettünk rajta sokat, hogy milyen aranyos kisfiú. Úgy elképzelem, hogy 20 év múlva valamelyik őtökkel már együtt zenei táborba csinálunk. Úgyhogy nekem ez szívmelengető élmény. Laci bácsi most már jár elő az országot. Nekem Lacus maradunk. Hát kezdődik a finálé, és tényleg az egyik legismertebb szerző, legismertebb éneke, Johann Sebastian Bach híres parasztkantátája. Lakodalmi ének, hát ugye nem olyan, amit megszoktunk, de talán örülni fogunk. Utolsó két műsorszámunk következik, egy hátra darab.
És egy szép, lassú esti ének, ezzel zárjuk a mai koncertünket. A hárfa nagyon aranyos, kedves hangszer, csak rengeteg húr van is, az szeretem hangolni. A darab Nataliana Deborah Hanson, egy amerikai szerző darabja, előadja Terje Elizabeth, hallgassák szeretet. Thank you.
szállunk előtt, nem marad más hát, hogy megköszönjem mindenkinek itt lehetünk. Magam is a kedves elisztársak nevében nagyon köszönjük, és igazából gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt a köszönetet jól kifejezni, és arra jutottam, hogy egy kis humoros versetével, levéllel zártam ezt a tárgyat. Kedves emberek, kedves gyerekek, nehezen kezdem a levelet, mert a percben testem, lelkem remeg, de merengek, és belekezdem. Sejtettem, remek zenede lesz e helyen. Kerestetek, s kedvem lett ehhez. Egy kedves ember, melyet szeretek. Ment, s kedvet szerzett nektek. Emberek, gyermekek, gyertek, gyertek, mert remek zene lesz, reggel s este kedvet leltek benne. S lett. Ezen helyen bengedtetek, vertetek remek szereket, rengeteg percben. Kedvemet leltem ebben, szereztetek nekem nemes kedvet. E zenede remek neveldelet nekem, mert a helyen kedves emberekre, kedves gyermekekre leltem. Szeretlek benneteket. És ez nem mese. De elevenemben lehetetlen ezt nektek elmekegnem, helyette legyen zene, zene, zene. Befejezem a levelet, de egyet meghegyek. Remek zene, nemesebb ember. Ezt meghegyem szeretettel, fel. Ez egy meglepetés.
dalt, te utassátok velem, amit mutogatok, jó? Aki nem látja onnan, akkor közelebb jöhet és indul a vetítés.